Szeptember 19-től újra látogathatóak a Mozdulj Nyíregyháza program elemei. A tavalyi évben az egyik legnépszerűbb a közösségi futás volt, amelyhez most is csatlakozhatnak hétfőnként 18 órától. A helyszín a Bújtosi Városliget, a részletekről pedig már dr. Banna Richárdot kérdezem. Köszöntelek szeretettel a stúdiónkban. Köszöntök mindenkit én is. Kicsit mesélj erről a közösségi futásról, hiszen már több éve eleme a Mozdulj Nyíregyházának. Igen, több mint 4 éve vagyunk Nyíregyházán és Debrecenben, havonta látogatjuk a Tokaji hegyet is. Ugye mi orvosként, amikor 4 évvel ezelőtt a praxis kapuin bementem, akkor láttam, hogy számos elhízottal van dolgunk, nincs megfelelő idő az egészségkultúra kialakítására, tanácsadásra, tehát arra törekedtünk, arra akartunk egy megoldást, hogy hogy tudunk minél többet beszélgetni a páciensekkel, akár a praxis kapuin kívül is, és akkor erre jött egy olyan ötlet, hogy akkor fussunk közösen. És akkor elindítottuk 4 évvel ezelőtt, ennek úgy gondolom, hogy azóta is töretlen a sikere. Fontos számunkra, hogy mind az életmódváltókat, mind a versenyzőket megszólítsuk, ezáltal 4 csoportban futunk, és tök jó látni, hogy az évek alatt valaki elkezdte a rekreációs csoportban, és most már ultratávokat fut. Nyilván nem ez a cél, hogy mindenki ultrafutót csináljunk, viszont a fejlődés története az fantasztikus. Így van, egyébként érdemes elmondani ezzel a közösségi futással kapcsolatban, hogy kezdők is bátran csatlakozhatnak hozzátok. Így van, ez fontos. 4 csoportban dolgozunk, mindegyik csoportot egy futónagykövet vezényel, tehát senki nem marad egyedül. Van egy közös melegítés, azt edző vezényel, illetve orvosként mi is ott vagyunk, egy több kollégám, úgyhogy valakinek akár a térdfájdalma van, bármilyen visszatérés, van egy betegség után, Covid után, akkor mi az edzés előtt megnézzük, és akkor mi akár javaslunk csoportot is. A 4 csoport a rekreációs, kocogó, haladó és a versenyző, és akkor mindegyik csoportnak külön hozunk edzésprogramot, és akkor mindenki a szíve szerint választ azon a napon. Közösségben futni pedig még jobb, és igazából egy tényleg közösségformáló hatása van, és igazi barátságok is születhetnek akár ezeken az alkalmakon. Így van, ez most pontosan egy új projektet indítottunk el, a futótábor, ennek is valójában ez volt a célja, hogy a közösség építése az még magasabb színvonalon menjen. Többen összejöttek már a közösségbe, tehát hogy ez jó példa az, hogy a közösség élet az tényleg fejlődik. Úgyhogy ennek nagyon örülünk. Mesélj erről a futótáborról, láttam a közösségi média felületeiteken, hogy volt és nagyon jó hangulatban, tehát hogy kell elképzelni egy ilyen futótábort? A futótábor ötlete az valójában a közösség ötlete volt, ezt nagyon szeretjük, különösen vezetőként. Ugye így jött létre a futófesztivál, a közösség azt mondta, milyen jó lenne, hogyha csinálnak egy saját futófesztivált. Oké, nem csak megálmodtuk, hanem meg is csináltuk, futótábort is, és akkor jött az ötlet most tavasszal, hogy csináljunk egyet a futófesztivál után. Én tudtam, hogy akkor egy gyermekem fog születni. Fú, mondom, ez nagyon sok meló lesz. De ugye mindig az van, hogy kitalálja egyik futónagykövet ezt a projektet, és akkor mindig beállnak hozzá. Tehát valójában proaktívak, és akkor meg és valósítjuk. Így jött létre, hogy Parádfürdőre elmentünk 3 napra, szakembereket kértünk föl, jött velünk gyógytornász, dietetikus, volt 4-5 futóedzés, erősítés, és egy csodálatos tájon 3 napon keresztül építhettük a csapatot. Én 1 nap mentem le, nem gondoltam, hogy aznap lesz a leghosszabb futásom, 18 kilométerre elvittek a fiúk, lányok, úgyhogy nagyon hálás voltam, és akkor volt egy kis wellness és borkóstolás, tehát hogy ami kell egy egészséges életmódhoz és közösségépítéshez, ott mindent megkaptunk. Hát duplán is gratulálhatunk neked, egyrészt a családbővüléshez, másrészt pedig a második nyíregyházi futófesztiválhoz, hiszen nagyon hangos sikert aratott most Nyíregyházán. Igen, nagyon örültünk, hogy ennek ez lett a vége. Több mint 800-an jöttek el, ugye mellette fontos célunk volt, hogy a családokat is megszólítsuk, és almazenekart hívtuk el a kicsiknek, népszerű volt a gyermektáv is, és az almazenekaron is több mint 400-an voltak, úgyhogy ez nagy siker volt. Szurkolók is voltak, az önkéntes 150 fős csapatunk az megint fenomenális volt, mindenki jó véleménye volt róla, úgyhogy bízok benne, hogy ennek lesz folytatása, sőt, szinte mondhatjuk is, hogy ennek van folytatása, a főszponzor a Vittor, ugye a felvonóiparos támogatunk is jelezte, hogy hosszú távon gondolkozik. Reméljük, hogy így lesz, és jövőre is futhatunk veletek, ugye ami már nincs is olyan nagyon messze, és akár a közösségi futásokon fel is készülhetnek az emberek erre a nagyobb távra. Így van, tehát a közösségi futás azt azért hoztuk létre, hogy heti szinten adjunk egy rendszerességet a futóknak, motiválódjanak, jöjjenek el, míg a futófesztivállal az éves célt szeretnénk megteremteni. Ugye fontos, hogy most ősz van, mindenkinek rétegesen fel kell öltözni, fontos, hogy kijöjjenek, ugye egyre kevesebb a napsütötte órák száma, úgyhogy erre külön fel is hívnám a figyelmet, hogy az edzés mellett a D-vitamin pótlására is oda kell figyelni, de ugye mi mindig tartunk egy kis mennyitőt, és ott az orvosi tanácsokat elmondjuk, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, jó kezekben vannak a futók, akik hozzánk jönnek.
Így van, egyébként ez lett volna a következő kérdésem, hogy azért már így szeptemberi, októberi időszakban talán hűvösebbek az esték, főleg ugye 18 órás kezdéssel vagytok hétfőn. Mit javasolsz, milyen öltözékben lehet vagy érdemes eljárni futni? Ugye az fontos, hogy ne öltözzük túl, tehát hogy nekem is volt 5 évvel ezelőtt, amikor kimentem síjjackivel egy ilyenre, mert bent még, bentről néztem, hogy itt most esős, meg borús idő van, de én azt tanácsolom, mindig azt szoktam, én is kilépek az ajtón, megnézem, hogy most az adott öltözék az jó lehet-e, hogy egy picikét fázunk, az egyébként az ideális, mert ugye a futás közben melegünk lesz, és akkor nem fogunk lefőni. Nyilván fontos itt a technikai szerelék, tehát technikai anyagú mez, de valójában ilyen őszi időszakban még ilyen téli sapkát, kesztyűt sem javaslok. Tehát ez fontos, hogy réteges legyen, de nem szabad túlöltözni. Egyébként a Mozdulj Nyíregyháza közösségi futásain kívül a Mozaikmes Sport Egyesület szervez egyéb programokat is, ahogy említetted, Tokajba is szoktatok futni, lehet hozzátok csatlakozni. Igen, ugye hétfőnként van Nyíregyházán 6 órától közösségi futásunk, Tokajban szombatonként szokott lenni, és Debrecenben minden szerdán ott vagyunk 6 órától. Ez egy teljesen fontos elmondani, ez egy teljesen ingyenes történet, úgyhogy örömmel látunk mindenkit, aki életmódot akar váltani, akár versenyekre akar járni, mi segítünk a felkészülésben. Szerintem sokszor beszélgettünk már erről, viszont hogyha valaki most kapcsolódik be először a beszélgetésbe, illetve néz minket először, miért kifejezetten jótékony hatású a futás? Ugye ez olyan érdekes kérdés, és én azért szeretem a sportot javasolni, mert ugye azt javasoljuk, hogy hetente legalább 150 percre menjünk el, itt fontos, hogy nem egyben, hanem akár minden nap 30 percet, vagy akár két naponta 50 percet. És valójában az amerikai életmódorvosi társaság 6 pontban fogalmazza meg az egészséges életmódnak a pillérét, hogyan élhetünk jobban. Ugye fontos a rendszeres mozgás, hetente 150 perc, fontos az egészséges táplálkozás, és különösen az egészséges teljes értékű növényi táplálkozásra gondolnak, az alvás mennyisége és minősége legalább 6-8 órát. Előtte a kütyüzést azt fejezzük be, mert a kékfény az nem jó hatással van, a szociális kapcsolatok, tehát a közösségépítés, a stresszkezelés és az addiktív szerekről való leszokatás. És az a fantasztikus a sportban, hogy ebből a 6 pillérből 4-et kapásból ki tudunk pipálni, ugye mozgunk, állóképességünket fejlesztjük, alvásunkat javítjuk, szociális életünket fejlesztjük, és nyilván beszélgetünk futás közben, akarva akaratlanul jobbak akarunk lenni. Nagyon sok olyan futónk van, akik rendszeresen dohányoztak, alkohol problémáik voltak, és leszoktak. És nyilván a táplálkozáson is ezt tud javítani. Akkor igazi életmódbeli segítség kvázi a futás. Így van, így van. Úgyhogy én mindenkinek javaslom. Egyébként mit tanácsolnál még az őszi időszakra? Említetted a D-vitamin bevitelt, ami kiemelten fontos most. Nyilván családorvos vagy, segítesz mindenkinek egyébként a közösségi oldaladon is folyamatos tippekkel, hogy hogyan tudjuk az egészségünket megőrizni. Mi az, ami most kifejezetten fontos? Ugye a D-vitaminnél még az fontos elmondani, hogy ez annyi jó sztori van ebben a D-vitaminban, hogy ellenben a sportolással a heti 150 percet egyben nem javasolt lefutni. Nyilván lehet, de azt el kell osztatni naponta. Viszont a D-vitamint, például vegyük, akár menjünk végig, egy éves kor alatt javasolnak 500 nemzetközi egységet, egy 18 éves kor alatt 1000 nemzetközi egységet, míg 18 év fölött 2000 nemzetközi egységet javasolnak. Ezt be kell vinnünk őszi-téli időszakban. És ezt sokan nem tudják szerintem, hogy ez be lehet egyben is. Tehát akár hetente 14 000 nemzetközi egységet a felnőtt bevihet, és akkor nincs az, hogy naponta elfelejtjük. Ezen kívül, hogy ősszel mit javaslok még, ugye nagyon fontos a helyes táplálkozás. Itt különösen gondolok a szezonális gyümölcsökre, zöldségekre, piacra ki lehet menni. Ugye, aki szupermarketbe jár, ott, és már odafigyel a zöldségtáplálkozásra, majd a következő problémával fog szembesülni. Nekem ez nagy szívfájdalom, hogy egyszerűen nem tudok úgy bevásárolni, hogy műanyagot ne vigyek haza. Úgyhogy a piac erre egy tökéletes megoldás, illetve vannak csomagolásmentes boltjaink. Ezen kívül, amit még mindenféleképpen javaslok, hogy ezt a heti 150 percet sem olyan egyszerű megoldani. Tehát, hogy nekem nagy szívfájdalmam, hogy elmondom, hogy tegyük le a dohányzást, mozogjunk, és sajnos kell egy betegség, kell egy, akár egy daganatos betegség is, hogy oda szóljon a páciensnek, hogy igen. És nyilván 10-ből 10, amikor leteszem az alá a betegség, vagy a beteg elé az árujelentés, hogy igen, itt sajnos egy daganatos betegség beszélünk, akkor mindegyik leteszi. És ez olyan szép lenne, hogyha előtte én éveken keresztül szólok, és hogyha előtte letenni, ez még fantasztikusabb lenne.
De nyilván erre az a megoldás, hogy tehát a sportot azt úgy kell megoldani, hogy fenntartható legyen. Hogy tudjuk fenntarthatóvá tenni? Úgy, hogy azt szeressük. Tehát én most mondhatom valakinek, hogy menjen kifutni, hogyha ő neki nem ez a kedvenc sportja, akkor nem fog. Tehát ne az, nem az a jó, hogyha én nekem szimpatikus az a futó, akkor én nekem is futnom kell. Találjuk meg, hogy nekünk mi a kedvencünk. Lehet, hogy egyik sem lesz kedvenc, de mi a legjobb. És nyilván ez pedig úgy lehet, hogy a családidőből nem akarunk elvenni, megyünk családdal. Úgyhogy talán ezeket tudnám így első körben javasolni, nyilván számos javaslatom van, de ha már ezeket betartjuk, azzal előrébb vagyunk. Így van, és egyébként, ahogy említetted, keressük meg azt a sportot, amit szeretünk. A Mozdulj Nyíregyháza keretein belül meg lehet, mivel számos sport lehetőséget tartogat. Hétfőnként 18 órától pedig közösségi futás Bújtosi Városliget, úgyhogy tartsanak veled minél többen. Mindenképpen. Ez a Mozdulj Nyíregyházi program sorozat, ez pedig fantasztikus. Kicsiktől a szépkorúakig, aerob mozgást, az anaerobig, izomfejlesztő állóképesség, mindenki megtalálja saját magának. Úgyhogy talán itt meg lehet találni a kedvenc sportágat, és akkor azt lehet művelni, csinálni hetente 150 percig. Igen, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm a lehetőséget.